Itt a főút mellett már nem először fordul elő, hogy szabálytalanul helyezik el a zöld hulladékot, pedig tatár régóta van megoldás arra, ha valaki a kerti nyersedéket, növénymaradványokat el szeretné szállítatni. Egy zöld járat mindig rendszeresen és bizonyos időszakban tavasztól őszig végigjárja a város és összegyűjti a lakossági zöld hulladékot. Folyamatosan fejlődtünk ezzel, most már ez a zöld zsák, ami itt a kezemben van, már ez is nagyon sokak által használt eszköz, de még úgy látom itt Kertvárosban is, hogy nagyon sokan nem tartják meg ezt a formát, és nagyon bosszant ez a dolog, megmondom miért. Azért, mert a kirakott szemetekből nagyon jó meg lehet azt ítélni, hogy mi az, ami közterületen képződött, és mi az, ami nem közterületen képződött. Akik ebben nekünk segítenek, hogy a közterületen összegyűlkező faleveleket összegyűjtik, kupacolják, ezt nagyon köszönjük, és ez egy nagyon értékes tevékenység. Azt, aki pedig a saját kertjében keletkező hulladékot próbálja meg így a közterületre kihelyezni, azt nagyon nem jó gyakorlatnak tartom, és nem tudok vele azonosulni. Szeretném felhívni a figyelmet arra, mint már korábban is megtettem, hogy képviselői keretem terhére szívesen adok mindenkinek zöld zsákot, aki ezt jelzi felém. Már a Bajú úton megtettem, a Dobó utcában megtettem, és szívesen áldozok még erről, csak hogy szokjuk ezt a gyakorlatot, hogy igazából egy Európa-díjas város akkor lesz méltó, hogyha szép a környezet. Tata egyébként is nagyon szép, csodálatos. Ne rontsuk már a környezetünket ilyen fegyelmezetlenséggel, és kérem azt, hogy akinek ilyen problémája van, az, ha meg tudja oldani zöld zsákkal az elhelyezést, akkor azt mi elszállítjuk. Egyébként ebben a hónapban még hónap végéig van ez a szolgáltatás. Ha pedig nagyobb mennyiségű anyagról van szó, akkor keresse meg a városgazdát, akik méltányos keretek között el fogják szállítani. Nem ingyen, de méltányos keretek között ezt a keletkező zöld hulladékot. A képviselő azt mondta, sokat jár ezen az útszakaszon, így rögtön felfigyelt a növénykupacra, de például az Öveges utcában és rendszeresen a Deák Ferenc utca és a Dobó utca sarkán is előfordulnak problémák, pedig ott már adott zöld zsákot azoknak, akik kérték. Fontos, hogy ilyen begyűjtsék a lakók a szemetet, a városgazda ugyanis csak ezt szállítja el.